élet? Bundás kenyér vagyok. És mit szeretnél? Baszni. Akkor gyere alám. Hallod? Hogy kérdezzek már valamit. Na, azt tuszi van. Hány éves vagy? Én 20. És hány kiló vagy? Én... 60... 65. Ja, most kisuttog itt neked ott hátul. Mi suttog? Mi van? Képzelőd? Kisuttog ottan, hogy a Jóisten verjen téged arccal a betonba. Kisuttog. A rákoposztodat azt kívánom. Te. De rák, de ki a picsádat, te szifilisztes, gombás picsájú kurva? Nem szigyeled magadat, hogy hajnal egy óra, akkor szopsz? Te! Ne izguljál! Köszi! Nem, amúgy is mit teszed maga a szifilis, meg ilyesmi, az 26 centis faszod van, 13. Hallod? Nem tudod, hogy beszélek, hogy kiigazítani a szöcsajta. De hallod, de velem... De hallod, de velem beszélsz, tisztelj már meg engem annyival, hogy a fasz kiveszed a szádból, mert nem értem, hogy mit mondasz. Te, fú Istenkem, vagy a jó Isten tenne téged a ravatalozóba. Na, most kiátkozol engemet? Hogy hallod, temessék el a kis testvérettől a legnagyobbig az egészeket. A rák egye ki a szívedet, hogy hallod, bassza szét a rák a segjukadat, aztad bassza szét. Az aranyeledet bassza szét a rák pengesse, hogy rokízzanak rajtad a temetőben, a rákok, te büdös kurva, tegyenek téged a budai temetőbe be, te szifilisztes gombás picsájú, a kurva anyádat. Nem bírnak a bátyjával, és kinyomják rám, diába.